Szeretném elmondani nektek, hogy mi hogy is jöttünk most el ide Magyarországra. Mert sokan kérdően néznek ránk, hogy is történt ez a dolog. És el szeretném azt nektek mondani, hogy Isten szólt hozzánk már elég régen. Mi 10 évig kint éltünk Angliában, és szólt hozzánk az Úr már évekkel ezelőtt, hogy jönnünk kell majd Magyarországra. Amikor legerősször hallottam az Úrtól ezt a dolgot, azt hittem, hogy szívrohamot kapok. Azt mondtam, Uram, bárhová küldj, csak ide ne. Nem azért, mert nem szeretem Magyarországot, de mert nagyon sok rossz dolgot tapasztaltunk meg. Olyan dolgokat is, amiben ti is benne vagytok. Voltatok is, vagytok is. És nem vágytam ugyanarra, nem vágytam arra, hogy újabb nehézségek, támadások jöjjenek az életünkben. De aztán elkezdett az Úr dolgozni a szívemen. És tudjátok, őszinték vagyunk. Úgysem egy másképp. Úgy is érzed, ha valaki nem őszinte, nem? Abszolút érzed. Ha valaki nem a szívéből beszél, teljesen minden. Nem fogunk álarcot felvenni, ezt az egyet elhatároztuk. Önmagunk leszünk itt is, ugyanúgy, mint otthon is, köztetek, mint egymás közt. Önmagunk vagyunk. És az Úr elkezdett dolgozni a szívemben az éveken keresztül. És egyszer csak eljött egy olyan pont az életemben, mikor egyik gyülekezetről a másikra mentünk, és egyszerűen nem láttam, hogy bármi is történne. És jött a szívembe egy ilyen természet fölötti, úgy mondanám, elégtelenség, egy olyan megelégedetlenség, hogy azt mondtam, hogy Istenem, hát én olvasom a Bibliát, olvasom az apostolok cselekedeteit, a második rész, a negyedik rész, hogy mi történt akkor, amikor kiáradt a Szent Szellem, csodák történtek, meggyógyultak a betegek, egy nap megtért 3000 ember, és feltámadtak a halottak és minden, és megyek egyik gyülekezetből a másikra, és teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagyok, teljesen mindegy, hogy Angliában vagyok, teljesen mindegy, hogy Amerikában vagyok, vagy Németországban, vagy sorolhatnám, hogy hol jártunk még. Teljesen mindegy. Mindenütt ugyanazt láttam, hogy nem történik semmi. Az emberek eljárnak a gyülekezetbe, eljárnak, és aztán hazamennek, ugyanúgy, fáradtan, betegen, szűkölködve, nehézségekben. És azt kérdeztem Istentől, hogy Uram, hol vagy Te? Hol vagy Te most? Létezel igazából, vagy csak olvasok róla? Ténylegesen itt vagy, vagy csak képzelődünk? Értitek? És elkezdett a szívembe jönni egy óriási éhség. Elkezdtem éhezni az Úrra, arra, hogy ha valami van, akkor én azt akarom. És szó szerint azt mondtam Istennek, ha nincs semmi, ha tényleg nincs semmi, akkor Uram, ne játszunk egymással, mert elfáradtam. Elfáradtam a reménykedésben. Elfáradtam abba, hogy reménykedjek valamiben, ami nincs is ott. De ha van több annál, amit eddig tapasztaltam, akkor én akarom azt a többet. Nem tudom, hogy, de nekem az kell. Nem tudom, hol van, de ha van több, nekem az kell, és nem nyugszom bele a hétköznapi keresztény életbe. Nem nyugszom bele, hogy eljárjak gyülekezetbe, és hazamenjek, és ne változzon semmi. Nem nyugszom bele addig, amíg nem történik valami. És tudjátok, addig jutottam, hogy azt mondtam Istennek, hogy ha kell, böjtölök 40 napig is, nem érdekel az sem, ha éhen halok, de akkor legalább megyek a mennybe, de nem akarom többé azt látni, hogy nincs semmi. Mert ha nincs semmi, akkor inkább felejtsük el a kereszténységet, felejtsük el az egészet. Akkor beérem annyival, hogy ennyi az élet, megszülettünk, elmegyünk dolgozni, reggeltől estig gürizünk, hazamegyünk, vacsorázunk, egy kicsit tévét nézünk, lefekszünk, másnap reggel felkelünk, és kezdődik előről minden. Ha ennyi az élet, ha te azt mondod nekem,
hogy ennyiért születtünk, hát akkor megnyugszom, beállok én is a sorba, és azt mondom, hogy ennyi, várom, hogy vége legyen egy nap. De ha van több, nekem az kell. Mert ha van több, nekem nem elég az, hogy azt lássam, hogy felkelek, utána este lefekszem, és eltelnek az évek, és nem történik semmi. Ebből már elég. És tudjátok mit? Isten szelleme annyira megtisztelte ezt a kérésemet, hogy úgy megáldotta ezt a 40 napos böjtömet, és ezt azért hangsúlyozom ki nektek, mert ez nem tőlem volt. Én nem vagyok képes emberileg erre, de Isten szelleme meg tud áldani, tudod? Nem ettem egyetlen falatot sem 40 napig, és olyan erős voltam, hogy 2 órát kellett edzenem naponta, mert nem bírtam az energiámmal. Túl tengő energiával voltam tele, úgyhogy nem ettem egy falatot sem. Ez Isten szelleme. Az emberek nem tudták, hogy mi történik. Nem tudták, hogy én egy böjtben vagyok. De mindenki azt mondta, hogy mi van veled? Ragyog az arcad! Mi van veled? Olyan más vagy! És én csak mosolyogtam. Mert mondtam, hogy egy dolog számít. Csak az, hogy történjen végre valami. Csak az, hogy végre meglássam, hogy van több annál, mint amit eddig láttam. És hogyha nincs több, akkor tényleg beérem ennyire, de ha van több, nekem kell. Amen. És tudjátok mi? Az Úr beszélt hozzám az alatt, a 40 nap alatt, megmutatta a Jeremiás 33:3-ból, hogy olyan dolgokat fogok látni és tapasztalni, amelyeket nem tudok és nem értek. Mennyei dolgokat. És aztán azt mondta, hogy fogtok találkozni Istennek egy emberével, akin keresztül tudni fogjátok, milyen úton kell járnotok. Ezt a 2 fő kijelentést kaptam, de én úgy gondoltam, mivel hogy annyira természet fölötti volt maga az egész böjt is, úgy gondoltam, hogy na hát 40 nap után én már angyalokat fogok látni, Jézus Krisztus maga megjelenik. Megnyílik a menny, és minden megtörténik. Hiszen Jézus is böjtölt 40 napig, és jöttek hozzá az angyalok szolgálni, stb. És teljesen biztos voltam benne, hogy ez meg is fog történni, így azonnal. Eltelt a 40 nap, és nem történt semmi. Ott álltam az Úr előtt, hogy Istenem, most valamit félreértettem, valamit nem jól hallottam, valamit elvétettem, eltelt a 40 nap. Hol van mindez, aminek most meg kellene történni? Úgyhogy ráhúztam még 3 napot a 40 napra, majdnem belepusztultam, mert azon a 3 napon már nem volt ott a kegyelem. Tudjátok? Mert amikor ott van az Úrnak a kegyelme valami, arról ő gondoskodik. Amikor már testből próbálunk valamit kiizzadni magunkból, az már nem működik. És Isten azt áldja meg, ami tőle van. Isten akkor tud csodát tenni, amikor ő mond valamit. Amen? És amikor abban állunk meg, amikor engedelmeskedünk neki, akkor történnek a dolgok. Szóval ráhúztam még 3 napot, hát természetesen nem történt semmi. Annyira csalódott voltam, de annyira. Jöttem az Úrhoz, és mondtam, ez nem fair. Itt most történnie kell valaminek. Mi az, hogy nem történik semmi? És mondtam az Úrnak, hogy hát Jézus, hát hol vagy most? Hát nem is vagy itt? Hát akkor most ez csak játék? Most csak szórakozunk? Vagy mi van? Tudjátok, hogy Istennel lehetünk őszinték? Tudjátok, hogy ő minden gondolatunkat ismeri amúgy is? Akkor miért nem mondhatnám el őszintén azt, amit érzek, mikor úgy is tudja? Ő előtte nem kell kémutatóskodni soha. Soha. Ő mindent tud, mindent lát. De tudjátok, mi történt ekkor az én kis lázadásomban, úgymond? Azt éreztem, nem láttam semmit, de fizikailag éreztem, éreztem a szelét, mintha valaki belépett volna a szobába. És néztem körül, hogy Csaba az, vagy Dávid az. De nem láttam senkit, de éreztem, hogy valaki ott van a szobában. Fizikailag éreztem.
És meghallottam az Úrnak a hangját, és nem tudtam megállapítani, hogy belülről jön a hang, vagy kívülről. Nem tudtam megállapítani. És tudjátok, mit mondott az Úr? Azt mondta, fogalmad sincs róla, hogy mennyire ott vagyok veled. Fogalmad sincs róla, hogy mennyire ott vagyok a mindennapjaid. Minden órájában, minden percében, minden másodpercében, egyetlen pillanatra sem hagylak el, hiszen megmondtam az én igémben, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ha ő ezt egyszer megmondta, ő a szavát nem változtatja meg. Benne nincs változás, benne nincs változásnak, még az árnyéka sem. Amen? Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha ő azt mondta, hogy veled vagyok a világ végezetéig, ez azt jelenti, hogy ő veled is van. Ő veled van most ebben a pillanatban, de ha elnéz és bármi történik veled, ő akkor is veled van. Amen? És nem állt meg itt, az Úr elkezdte kibontani előttem, és azt mondta, több mint 2000 évvel ezelőtt, amikor eljöttem testben erre a világra, ott jártam, keltem az én népem között. Velük együtt ettem. Ott aludtam velük együtt. Velük együtt jártam, közöttük prédikáltam, és nagyon sokan fel sem ismerték, hogy én vagyok a Krisztus. Fel sem ismerték, hogy Isten járt közöttük. Miből gondolod te, ha nem így tekintesz rám, hogy felismersz engem? Pedig én ott vagyok mindenben. Az életed minden egyes pici apró részletében. Tudjátok mi? Ez olyan szintű változást hozott bennem, hogy elkezdtem ezt forgatni magamban. Jött egy Isten félelem a szívemben, és mondtam, hogy Uram, bocsáss meg nekem, hát ki vagyok én, hogy osszam neked az eszed, mint Jób, emlékeztek Jób történetére? Mikor elkezdte okosan kiigazítani Istent, hogy miért nem kéne, hogy vele történjen az, ami történik. És egyszerűen rájött, amikor Isten szólt hozzá, hogy ki vagyok én, hogy Istennek azt mondjam, hogy ezt vagy azt vagy amaz tegye, hogy így vagy úgy tegye az életemben. Tehát megaláztam magam, és azt mondtam, Istenem, legyen úgy, ahogy te akarod. Legyen minden a te akaratod szerint. Egyben biztos vagyok most már, hogy nem tudsz el engem, hogy velem vagy, és elkezdtem ezen gondolkodni tudatosan. Tudjátok, hogy a tudatosságban nagyon nagy erő van, és egyszerűen erre vezetett az Úr, hogy tudatosan gondolkodjam arról, hogy amikor fölkelek, ő ott van. Amikor lefekszem, ő ott van. Amikor kimegyek, járok, kelek, bárhol vagyok, ő ott van. És mondott még egy olyan dolgot, és ezt el szoktam mondani mindenütt, azért, mert nagyon-nagyon fontos és lényeges ezt megértenünk. Azt mondja, Isten beszél, de Isten ígér, hogy Isten királysága elérkezett, elközelgetett, azt mondja Jézus. És ez az angolban ez a kifejezés, the kingdom of God is at hand, ez azt jelenti, hogy kéznél van. És azt mondta az Úr, hogy nyújts ki a te kezed. Meg tudjuk ezt most tenni mindannyian? Nyújtsátok ki a kezeteket, és nézzetek rá a kezetekre. És nézzétek meg ezt a távolságot, ami köztetek és a kezetek között van. Látjátok, mennyi ez a távolság? Az, hogy Isten királysága kéznél van, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus soha nem lehet ennél a távolságnál távolabb tőled. Soha nem lehet messzebb tőled ennél. Soha, de soha, de soha, mert ő ezt megígérte. Soha nem lehet messzebb tőled ennél. És amikor tudatosan ezen gondolkodtam, tudjátok, eltelt így 2 év. 2 év. De már nem volt bennem lázadás. Már nem volt bennem az, hogy Isten nem létezik. Mert tudod, amikor Istennel találkozol, lehet, hogy így, ahogy én, hogy szól hozzád az Úr, és mindannyian egyszer úgy jöttünk hozzá, valahogy valamilyen formában szólt hozzád. Megérintett téged. Így van? Emlékeztek, amikor Mózeshez szólt az Úr?
Emlékeztek arra, amikor meglátta az égő csipke bokrot, és onnantól kezdve megváltozott az egész élete? Hogyan tudott az a Mózes, aki előtszőleg elmenekült, és 40 évig vándorolt a pusztában, hogyan tudott olyan bátor lenni, hogy több millió embert kivezetett Egyiptomból? Hát tudjátok, hogy? Hogy ő találkozott az élő Istennel. Hogyan tud, és sorolhatnánk igazából a bibliai példákat, hogy hogy mentek át, hogy cselekedték meg úgy, hogy ők találkoztak Istennel, és ez a találkozás, ami Jézussal megváltoztatott belülről, és felkészített arra, ami azután jön. Ami azután jött. Mert ami azután jött, az életemet így megváltoztatta. Egy 180 fokos fordulatot vett az életem akkor, mikor ténylegesen megtörtént az, amit én már akkor vártam, de amit én még nem tudtam, hogy nem voltam rá készen. Mert tudjátok, az ismeret fel tud fuvalkodni bennünket, de felfuvalkodottá tesz bennünket, de mit mond az ige? A szeretet épít. Amikor már én magam eljutottam arra, hogy nem érdekelt, hogy mit tudok, vagy mit nem tudok. Nem érdekelt, hogy ez most én vagyok, vagy más. Mikor már nem az számít, hogy van mikrofon a kezemben, vagy nem. Van színpad, vagy nincs színpad. Ki lát, ki nem. Mikor már ezek nem fontosak, hanem csak egy a fontos, hogy ő előtte álljak meg. Amikor már csak az az egy a fontos, hogy ő mit gondol, hogy ő mit mond, hogy kicsoda ő, amikor már csak ez a fontos, akkor ő tudja, hogy te készen állsz. Tudja, hogy készen állsz arra, hogy megmutassa neked a mennyet. És tudjátok, hogy Isten sokkal jobban vágyik erre, mint te? Sokkal jobban. De ki kell, hogy formálja bennünk a Krisztust. És én nem azt mondom, hogy én már készen állok. Ez az ő megengedő akarata volt. Én nem kezdeményeztem olyan szinten, hogy a mennyben járjak, hogy meditáltam volna. És azt mondtam volna, hogy addig nem megyek innen ki, míg nem találkozom Istennel, és bemegyek a mennybe, hogy mindenféle ilyen praktikákat űztem volna, mert hallottunk. Kedves testvérek, mondanak néha olyan érdekes dolgokat, tudjátok, hogy ilyen-olyan meditálás folyik itt, meg mit tudom én. Hadd oszlassak el minden ilyen kéthelyt, hogyha bárkiben ilyesmi megfordulna, hogy ez nem igaz. Tudjátok, hogy a Szent Szellem vezetése fel sem ér azzal, amit az ellenség próbál kavarni. Nagyon hasonlíthat az okkultizmus ahhoz, amit Isten csinál, de ha te Isten szellemével jársz, és van Biblia a kezedben, és tudod, hogy mit mond Isten igéje, azt mondja, hogy ettől el ne térj se jobbra, se balra, hanem vigyázz, hogy mindent megőrizz, azt szerint, ahogy le van írva. Amen? Isten beszéde az alap, ami számunkra, és Isten szellemének a vezetése. És tudjátok, hogy ha van egy repülőgép, ami repül A-ból B-be, ha csak egyetlen egy pici fokkal eltérne az iránytól, már máshol landolna. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a Szent Szellem ajándéka szerint, a szellemek megkülönböztetése szerint, hogy mi az, ami tőle van. És ne fogadjuk el azt, ami az ellenségtől van. Ha te most azt gondolod, hogy az, amiről én beszélek, az ellenségtől van, ez a te jogod. De azt is hadd mondjam el, hogy ha mégis az Úrtól van, és te ezt nem fogadod be, akkor szegényé lettél valamivel. Azt, hogy te mit gondolsz rólunk, nekünk, bennünket nem fog megváltoztatni. De téged igen. És lehet, hogy kihagyod azt, amit Isten veled akar tenni. Amen? Tehát visszatérve arra, hogy Isten mit cselekedett az életünkben,
Amikor megnyílt a menny számomra, és Isten betekintést adott abba a valóságba. Sikirja, rabakas, szakirja. Sibiri, venemes, szakirja. Most ebben a pillanatban látom, hogy az Úr megnyitja a szemeket, hogy megnyitja a füleket. Sírja, remekes, szakirja. Egyetlen egy találkozás az Úrral megváltozhat mindent. És majd folytatom később a bizonyságomat, tudom, hogy még nem mondtam végig, de akarok adni a Szent Szellemnek teret, hogy ő cselekedjen. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy nem ismered még az Urat. Tudod, hogy sokkal egyszerűbb hozzájönni, mint gondoltad. Nem kell egy ceremónia. Nem kell elmondanod a mi atyánkot ötször, vagy bármi ilyesmi. Egyetlen egy dolog kell, hogy a szívedben elhidd, hogy Jézus Krisztus az Úr, és mondd ki neki. Nem kell, hogy embereknek vald meg, mert ő hallja, amit mondasz. Ha most ebben a pillanatban érzed az Úr érintését, egyszerűen csak mondd ki, Istenem, én hiszek benned. Jézus, én elfogadlak téged, személyes megváltónak. Légy az életem, Ura. Tudod, ez az első pont. Ahhoz, hogy te meglásd a mennyet, Jézus Krisztus az út a mennyben. Jézus Krisztuson keresztül tudunk csak jönni az Atyához. Semmilyen más úton nem. Nem létezik más út. Ha te nem Jézuson keresztül jössz, akkor az nem a valódi menny. Az ablakon nem lehet bemászni. Mert a mennyben ajtók vannak, és Jézus Krisztus az ajtó. Csak is ő rajta keresztül tudsz jönni az Atyához. Amen. Tudod, amikor azt mondja az ige, hogy amikor szemléljük az Urat, elváltozunk az ő képmására. Gondolkodtál már azon, hogy hogyan tudod te szemlélni az Urat? Szerinted ez a szemlélés, és csak azt jelenti, hogy én ülök, vagy állok, és dicsérem az Urat, és akkor most talán szemlélem? Szerintetek ez képletes? Már válaszokat? Ha én csak úgy szemlélem Csabát, az én férjemet, hogy behunyom a szemem és elképzelem, akkor szerintetek én szemlélem őt? Mert a szemlélés az azt jelenti, hogy nézem őt, így van? Hogyan tudom őt nézni, ha nem látom? Isten akarata, hogy meglássuk őt. Az ő akarata, hogy meghalljuk őt. Tudod, hogyha van egy GPS-ed, és valahová el akarsz menni, és a GPS azt mondja neked, hogy itt fordulj jobbra, ott fordulj balra, menj tovább egyenesen, akkor eltalálsz a célba. Így van? Ha mi nem halljuk az Úrnak a hangját, akkor mehetünk jobbra, mehetünk balra, de lehet elvétjük az utat. Kell, hogy a Szent Szellem vezetése szerint menjünk, amen? Azért beszélek így, lehet, hogy némelyeknek furcsa, de miközben beszélek, folyamatosan figyelek az Úrra, hogy mi az, amit mond, mit kell mondanom, és mit nem kell mondanom. Tehát ne legyen nektek furcsa ez a fajta beszédmód,
Mert miközben veletek beszélek és hozzátok beszélek, aközben figyelek. Sérjelem a szérjelem a Az egész életünk megváltozott, tudjátok? Az egész életünk megváltozott, amikor Isten megnyitotta a mennyet. Nem csak én változtam meg, de megváltozott a férjem tőlem függetlenül, mert Isten szelleme végezte ezt a változást. Aztán megváltozott a gyermekünk, aztán megváltozott az egész csapatunk. A környezetünkben lévő emberek látták, tapasztalták, hogy valami történt velünk. Eljöttek hozzánk, és azt mondták nekünk, nem tudjuk, hogy mi van, nem tudjuk, hogy... Vagy engeditek-e, hogy jöjjünk hozzátok, de ha kidobtok minket az ajtó, mi bejövünk az ablakon, de nekünk kell az, ami nektek van. Mert éhesek vagyunk arra, ami nektek van. És tudjátok mit? Azt tapasztaltuk, hogy bárhová megyünk, Isten éhséget teremt az emberek szívében. Ugyanaz az éhség, ami bennünk lett, ami ott volt benne, amikor azt mondtam, hogy nekem kell az a több, ami neked van. Azt tapasztaljuk, hogy mindenütt ez történik. Isten így megváltoztatja életeket az üzeneten keresztül, amit ő a mennyből küld. Amen. Azért, mert ez az ő szívén van. Mert ezt ő csinálja, nem mi. Amen. Ez az ő munkája. És tudjátok, már eltelt egy jó pár év azóta, hogy Isten megnyitotta a mennyet. És tudjátok, hogy ez igazából nyitva is volt, mert Jézus Krisztus akkor megnyitotta fölöttünk már a mennyet, mikor eljött. Amikor a kárpit ketté szakadt, megnyílt mennyi volt, van fölöttünk. De van egy pont, amikor neked személyesen is megnyílik. Halleluja! És ez olyan, mint amikor kinyitsz egy csapot, és azt utána már nem zárja el senki. Utána már folyik és árad, nem mindig ugyanolyan mértékű. És tudjátok azt, hogy Isten akarata, hogy mi meglássuk és halljuk őt, de van olyan pont, mikor mi tőlünk független, mi nem tehetünk róla, nem tettem semmit sem azért, hogy Isten ezt megtegye velem. Egyszerűen csak megtette. És eltelt már egy pár év azóta, és elkezdtünk járni Magyarországra konferenciákat tartani, ahogy ti is tudjátok. És úgy gondoltuk, hogy majd dolgozunk, és talán lesz annyi pénzünk, hogy eljöhessünk egy hosszabb időre. És akárhogy dolgoztunk nagyon keményen, valahogy nem lett több. És kérdeztük az Urat, hogy akkor most hogy lesz, Istenem? Hát, hogy menjünk Magyarországra, ha nem látjuk, hogy fogunk megélni ott? És Isten nem mondott semmit erre. Volt egy időszak, amikor szó szerint azt mondta az Úr, hogy most neki dolgozzam. És eltelt így egy egész év, mikor tulajdonképpen nem volt semmi jövedelmem, semmi keresetem, csak az Úrnak dolgoztam. Ekkor csináltam a fordításokat, amiket hallottatok, a Sidrov fordításokat, az Ez természet fölötti sorozatot, a Neville Johnson tanításokat, és még sok másat. Ekkor készült el az új dicsőítő szóló album, a Van Segítség album. És nagyon sok mindent tett ez alatt, az egy év alatt az Úr. És tudjátok mit? Azt tapasztaltuk, hogy azzal, hogy nem dolgozom, nem volt kevesebbünk. És fogalmunk sincs, hogy történt. Nem tudjuk, hogy az Úr hogy csinálta, de gondoskodott rólunk. És elkezdett valami megváltozni bennem. Isten adott egy olyan dalt, ami rajta is van a CD-n, az a címe, hogy az igazi gazdagság. És tudjátok, mindenkinek az életében, minden egyes embernek az életében van valamilyen pont, amivel küzd. Lehet a te életedben, úgy, ahogy a miénkben is, az anyagiak területe volt ez a pont, ami a nehézséget okozta bármilyen dologban, az anyagiak terén ütközésbe, vagy hogy mondjam, akadályba ütköztünk látszólag. Valakinél ez az egészség terén van, valaki küzd
szinte egy életen át betegségekkel. Van, aki a kapcsolatokban tapasztalja ezt, hogy elválik, nem tud jó kapcsolatokat kiépíteni, akármit csinál, valahogy nem jönnek össze a kapcsolatai, de mindenkinek van legalább egy olyan terület, amivel próbál küzdeni. Tudod mit? Egyszer Isten azt mondta Neville Johnsonon keresztül, hogy általában az a terület az, amin keresztül Isten használni fog téged a jövőben. Használni akar téged azon a területen, és az ellenség mindent elkövet, hogy az ellenkezőjét próbálja megtenni az életedben. Tehát, hogyha betegséggel támad téged az ellenség, abszolút tudhatod, hogy Isten fog téged gyógyításban használni. Meggyógyít téged, és utána rajtad keresztül még sokakat. Ha anyagiak terén vannak problémáid, tudhatod, hogy Isten téged azon a területen fog használni, mert úgy meg fog téged áldani, és rajtad keresztül meg fog áldani másokat, hogy azt nem is gondolnád. És hogyha a kapcsolatok területén vannak problémáid, Isten elkezd majd egyszer használni téged, és tudsz tanácsot adni olyanoknak, akik most benne vannak, de te már fölötte fogsz állni a helyzetnek. Amen. És ezen a dalon keresztül, ami az igazi gazdagság, Isten elkezdte átformálni a szívemet teljesen. Éjszakáról éjszakára énekelte nekem az Úr ezt a dalt. Az igazi gazdagság nem ezen a földön van. Az igazi gazdagság nem ezen a földön van. Mert ha az Úr velem van, minden az enyém. Ha Isten velem van, minden az enyém. És éjszakáról éjszakára meglátogatott az Úr, és ezt a dalt énekelte nekem. Egészen addig, amíg elkezdtem elhinni. Elkezdtem elhinni, hogy nekem nem pénzre van szükségem. Nekem nem anyagiakra van szükségem ahhoz, hogy tudjam, Isten az én gondviselőm. Ő az én gondviselőm. És ne értsetek félre, nem arról beszélünk, hogy akkor nem kell dolgozni. Mert Isten a két kezű munkáját is megállja. Jönni akartunk konferenciát tartani novemberben tavaly, és ugye már írtunk is körlevelet, mert benne volt a tervekben, és nem jöttek össze az anyagiak. És tudjátok, elhatároztunk valamit Csabával. Azt mondtuk, hogy ha valami nem megy, azt mi emberi erőből nem fogjuk erőltetni. Mert azon úgysem lesz áldás. Ha valami megy gördülékenyen, ha valami Istentől van, akkor ő adja hozzá a dolgokat, ami kell. Amen? Ha Isten egy munkát rendelt, akkor ő azért fizetni fog. Embereket használ, de ő az, aki elvégzi a szívekben. És nem nekünk kell kérni, hanem ő az, aki indítja a szíveket. Ettől függetlenül indíthat az Úr arra, hogy elmondjuk a dolgokat. A lényeg az, hogy ott voltunk Sheffieldben, Angliában, és felhívott bennünket Dennis Walker Amerikából, Las Vegasból, és azt mondta, hogy szólt hozzá az Úr, és azt mondta, hogy nekünk ki kell mennünk Amerikába. Nem tudja ő sem, hogy miért, nem tudja, hogy mi lesz a cél, de megveszi nekünk a repülőjegyet, és nekünk mennünk kell. És mi erre igent mondtunk, de ez azt is jelentette, hogy Csabának föl kell adnia a munkahelyét. Mert a munkahelyéről már nem engedték el. Hiszen annyira sokszor eljöttünk ide, olyan sok szabadságot vett ki, hogy bár nem kapott fizetést akkor, amikor eljött, de a kollégák és stb. Tehát a lényeg az rövidre fogva a sztorit, hogy neki fel kellett adnia az állását. És ott voltunk az Úr előtt, hogy ott vannak a mínuszok a számlán, ez az emberi, a látszat, és most mi kimegyünk Amerikába, és nem is fogunk dolgozni. És végigfutott bennünk, lehet elveszítjük a házat. Mert kaptunk az Úrtól egy házat, ami a banké tulajdonképpen, csak a mi nevünk is ott van, de van rajta banki hitel, lakáshitel.
És tudjátok mit? Hoztunk egy döntést. Azt a döntést hoztuk meg, hogy az ellenség a félelemmel nem fog bennünket irányítani. Mert ha Isten valamit mond, akkor ő gondot visel rólunk, bárhogyan is. És mi igen mondtunk, és akkor voltam, ott voltam az Úr előtt, hogy tehát Istenem, hát jönnünk kellett volna Magyarországra novemberben. És tudjátok, mit mondott az Úr? Azt mondta, sokkal nagyobbat terveztem annál, hogy elgyertek egy újabb konferenciát tartani. Akkor még fogalmam sem volt, hogy mit jelent ez a sokkal nagyobb, de örültem, hogy halleluja, az Úr tudja. Kimentünk Amerikába, és azt hittük, hogy ott leszünk 2 hétig. Erre Isten nyitott kapukat, és mind a kettőnknek adott lehetőséget dolgozni. És ott voltunk az Úr előtt, hogy Istenem, hát most azért hoztál ki ide bennünket, hogy dolgozzunk. Hát azt ugyanúgy megtehetnénk otthon is, de ha ez a te akaratod, ha ezt az ajtót nyitottad meg, mi igent mondunk. Megalázzuk magunkat, és megyünk. És nagyon keményen dolgoztunk. És tudjátok miért? Isten gyönyörködött benne. Mert neki teljesen mindegy, hogy sok vagy kevés által hozzon szabadulást, de ő úgy teszi a dolgokat, ahogy csak akarja. És nem lázadtunk a szívünkben, nem mondtuk azt, hogy itt vagyunk egy idegen földön, és igazából reggeltől estig ott vagyunk és dolgozunk, hanem hálásak voltunk Istennek, hogyha ezt adta, ebből ő fogja kihozni a legjobbat. De tudjátok, hogy nagyon kemény volt. Nagyon kemény volt, mellette szolgáltunk, vannak is fent a YouTube-on szolgálatok, amik történtek ott, tehát Isten használt is bennünket ott, de eltelt 2 hónap, mert ő megnyitotta a kapukat, tehát végül is 3 hónapig voltunk ott. Eltelt 2 hónap, és egy kicsit elkezdtem elkenődni. És azt mondtam az Úrnak, hogy Istenem, hát én tudom, hogy te jó Isten vagy, de itt vagyunk, kőkeményen dolgozunk azért, hogy pénzünk legyen, és most ez lenne a te akaratod. És tudjátok, hogy az Úr vizsgálta a szívünket? Vizsgálta a szívünket, hogy hajlandók vagyunk-e mindent feladni? Hajlandók vagyunk engedelmeskedni akkor is, amikor minden másképp látszik? Mikor nem látjuk, hogy mi fog történni? Előre nem látjuk. És egyszerűen volt Joshua Mills, azért beszélek róla, mert az Úr annyira összekötött vele bennünket, hogy ő jönni fog majd Magyarországra. Istennek egy olyan szolgája, akiben a prófétaság szelleme nagyon magas szinten működik. És találkoztunk vele már Londonban korábban, és meglátott bennünket ott Amerikában. És megismert minket, és mondta, hogy itt vannak az én magyar barátaim. És jött oda hozzánk, és rajta keresztül egy olyan proféciát adott az Úr, ami teljesen kiemelt bennünket. Abból a száraz érzésből olyan volt az a profétai beszéd, mint a szárazföld számára a folyóvíz, az élő víz. És tudjátok mit? Isten nagyon sokszor a profétai beszéden keresztül olyan bátorítást tud adni, hogy ez egyszerűen hihetetlen. És megtapasztaltuk a saját bőrünkön keresztül is. És így szólt igazából a profécia, hogy mielőtt, hogy egy szent küldetésen vagyunk, egy szent misszión Amerikában, és mielőtt Amerikából elmegyünk, pontosan tudni fogjuk az irányt. Pontosan tudni fogjuk, merre kell mennünk. És ez óriási bátorítás volt. És tudjátok, ezután az alkalom után hazamentünk, és ott voltunk az Úr előtt ketten Csabával, és egyszerűen mind a kettőnk szívébe egy olyan mértékben pecsételődött el, hogy nekünk jönnünk kell Magyarországra. És nem csak látogatóban, hanem ide kell, hogy költözzünk, ha törik, ha szakad. És lepergett előttünk, hogy el fogjuk veszíteni a házat, oda lesz az autó, nem marad semmink, jövünk 2 kis bőröndel, fizetés minden nélkül, és tudjátok, mint azt mondtuk, ez sem érdekel. Nem érdekel, ha elveszítünk mindenünket. Nem érdekel, ha oda lesz minden. Úgy is megég egy nap. Úgy is, mint semmivé fog válni. Most miért ragaszkodjunk?
ragaszkodjunk földi dolgokhoz, ha úgyis porrá lesz minden, de egy dolog számít, az Úr tüze a szívünkben, hogy nekünk jönnünk kell Magyarországra, mert itt valamit Isten készített, itt valamit Isten készített, van itt valami, ami miatt a szívünkben jött egy olyan éhség, hogy nem tudjuk, hogy miért, de jönnünk kell, és ott sírtunk az Úr előtt. És tudjátok mit? Ez elindított egy pozitív lavinát az életünkben, ott kint Amerikában. Senki nem tudott semmiről. Senki nem tudta, hogy a mi szívünkben meghozódott ez a döntés. És egyszerűen, szinte majdnem, hogy másnap vagy a napokban utána, Dennis Walker meglátogatta az Úr éjszaka. Hajnal 4-kor besétált a szobájába, és felébresztette őt. És tudjátok, miről beszélt neki Jézus? Magyarországról. Magyarországról. Arról, hogy Isten ébredést küld Magyarországra. De tudjátok, ez az ébredés sokszor már egy elcsépelt szó lehet. Ez az ébredés több annál, mint hogy csak történik valami. Egy reformáció, egy átalakulás, amit Isten kezdeni akar Magyarországon. És a remegő hangon hívott föl Dennis, és azt mondta, sokszor találkoztam már Jézussal, de úgy, hogy egy nemzettel kapcsolatban beszéljen hozzám, ilyen még soha nem volt. Tudjátok, hogy ő hány nemzetben szolgál? Legalább 40-et felsorolhatnánk. És Magyarország az, amit kiemelt az Úr neki. És utána elmentünk egyik alkalomra a másikra, és találkoztunk ott Amerikában olyan szolgálókkal, akiket soha nem látunk. És mindenki ránk mutat, és azt mondja, Magyarország, jön az ébredés. Magyarország, jön az ébredés. Ha. És egyszerűen hazamentünk Amerikából, Angliába, és ott voltunk az angliai házunkban, és mondtuk, hogy oké, Uram, akkor most mi a következő lépés? Most mit csináljunk? És egyszerűen csak jött az indítatás, vegyük meg Csabának a repjegyet, majd ő jön, és Isten már elkezdi a munkát. Ne várjunk semmit, ezt mondta az Úr. Egy hét se telt bele, hogy Amerikából elmentünk Amerikába, Csaba már itt volt Magyarországon, Angliába, és mondom, hogy Csaba itt volt. És én ez alatt az Úr csak annyit mondott, hogy egy hónap alatt elintéztem mindent. 10 évig éltünk ott. Mindent lezártunk, minden ajtót bezártunk, és elköszöntünk. És azt mondtuk, mi jövünk Magyarországra, mert itt Isten ébredést hoz. Ha hiszed, ha nem, mi elhisszük. Mert ez az ő szava, amen. És lehet, hogy nem hiszed, de nem baj, mert Isten akkor is megteszi, mert amit ő mondott, ő hűséges a szavához. Amen. És eljöttünk ide egy-egy bőrömmel, és megálltunk az Úr előtt, és azt mondtuk, Uram, mi a következő lépés? Mit csináljunk a házzal? Tudjátok, mint egy fél órán belül küldött az Úr albérlőket az angliai házra. Fél órán belül az imád után. Azt mondtuk, hát Istenem, köszönjük, hogy legalább nem veszítjük el a házat, igaz, nem fogunk belőle semmilyen nyereséget kapni, de a bank felé ki lesz fizetve, és tartozásban nem megyünk bele, legalábbis a ház területén. Aztán azt mondtuk, elkezdtünk fellelkesedni, hogy milyen gyorsan cselekszik az Úr. Mentünk az Úr elé, Uram, mit csináljunk az autóval? Nekünk kell egy autó Magyarországon, és itt már nem lesz szükségünk egy autóra. Megint fél órán belül jött a válasz. Felhívott egy testvér telefonon, és mondja, hogy mi a tervetek az autótokkal. Elmondta, hogy mire van szükségünk, azt mondja a testvérnő. Hát nekünk Magyarországon ott áll a garázsban egy Opel Astránk, nem használja senki. És mondtam neki, nekünk pedig van egy Opel Astránk Angliában, amire nincs szükségünk. Mi lenne, ha cserélnénk? Ennyi megtörtént. Értitek? Isten egy ilyen Isten. Ha valamit ő mondott, ja, és ugyanolyan színű, ugyanaz a modell, minden ugyanaz. Egy csere történt. És Csaba megérkezett.
nekünk nem volt arra gondunk, hogy most elkezdjünk hirdetni, vagy bármi. Értitek? Ott volt a ruháink, cuccaink, kérdeztük az Úrtól, mit csináljunk vele. És az Úr adott egy ötletet, hívjuk össze az ottani magyarokat, és csináljunk egy zsibvásárt. Miért is ne? És tudjátok mi? Egy olyan jó alkalom kerekedett ki belőle. És kérdezték a testvérek, ezt mennyiért, azt mennyiért? És tudjátok mi, mire indított az Úr? Semmennyiért. Vidd el, amire szükséged van. Ha az Úr a szívedre helyez valamit, hogy megáld az ő munkáját, nem bennünket, az Isten munkáját, mert ő küld, akkor azt, amit a szívedre helyez, azt add. Ha nem helyez semmit a szívedre, ne add semmit. Vidd a tiéd. És tudjátok mit? Amilyen mértékben vetünk, olyan mértékben fogunk aratni. Amen. És mi hiszünk a vetés és aratás törvényében, mert működik. Egyszerűen működik. És ott voltam az Úr előtt, hogy Istenem, fantasztikus, de hol fogunk lakni Magyarországon? És ott vagyok a Facebookon este, mert ugye egész nap pakolok, nem volt időm internetezni, és éjszaka olyan 9:30 körül vagyok a Facebookon, és egyszerűen elkezdem nézni a Facebookon, hogy különböző csoportok, vannak ilyen Facebook csoportok. Addig fel se figyeltem rá, de valahogy felhívta a figyelmem az Úr, és mondom, hogy ennek is csak csoportnak tagja vagyok, ennek is felét se ismerem, soha nem is néztem, nincs is rá idő. Gondoltam, elkezdem kitörölgetni, és törölgetem kifelé, és egyszer csak szól a Szent Szellem, miért nem hozol létre te is egy csoportod? Mondom, ez biztos, hogy tőled jött, mert ilyen gondolatom nekem biztos, hogy nem lenne. Ennyi, eddig sem volt idő Facebookozni, ezután meg hogy lesz? De ha ez a te ötleted, Uram, én engedelmeskedem. Hip-hop megcsináltam az egészet. Aztán legnagyobb megdöbbenésemre nagyon pozitív hozzászólások voltak, de az egészből, ami kisült, azok a drága testvéreink, megkérnélek benneteket, hogy gyertek ide, Tibor és Kornélia. Isten indította a szívüket, valaki, akiről én nem is tudok, hogy ki, elküldte nekik azt az egészet, amit én ott leírtam, és a Szent Szellem pedig szólt nekik, hogy vegyék fel a kapcsolatot velünk, mert van egy épület, itt Veresegyházon, amit az Úr arra akar rendelni, hogy az ő munkája itt folyjon. És tudjátok mit? Írt a Kornélia nekem, és abban a pillanatban szólt a Szent Szellem, hogy beszélj velük Skype-on. Mondom, Istenem, hát 9:30 van, ott náluk 10:50. Most beszélünk Skype-on, de ha tőled van, mert tudjátok, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Bármi, ami jön Istentől, azonnal engedelmeskedj. Azonnal, kérdés nélkül. És ez az, amit megtanultam az évek során. Ha az Úr mond valamit, engedelmeskedni kell. És írok nekik, hogy mit szólnátok, ha Skype-olnánk. Legnagyobb meglepetésen írnak rögtön választ, hogy rendben van, jövünk. Elkezdünk beszélgetni, kikerekedik belőle egy 4,5 órás beszélgetés éjszaka. És az Úr egyszerűen megnyitotta azt, ami embernek lehetetlen. Tudjátok, amikor előző konferenciákra jöttünk, elég borsos áron béreltünk, és amikor bérlünk, akkor tollig lehetünk valahol, és sokszor úgy kellett lezárni az alkalmat, hogy gyorsan szaladjunk ki a teremből, mert ha egy percen is túllépjük, azért már fizetünk el. Emlékeztek rá? És Isten mennyire jó Isten, kirendel egy épületet, ahol nincs ilyen, ahol addig lehetünk, ameddig csak akarunk. Alkalmakat tarthatunk, amikor csak akarunk. Isten egy jó Isten, és azért írtam őket előre, hogy bemutatkozzanak egy kicsit, és majd utána folytatom, hogy elmondják azt, hogy Isten az ő szívükre mit helyezett, mert nem véletlen, hogy Isten velük kötött össze, ja, és mellesleg, miután megvolt ez, hogy ők teljesen ismeretlenül, mert ők nem ismertek bennünket, tudjátok? Teljesen ismeretlenül ők is kiléptek a vízre hittel, és igent mondtak arra, amiben úgy érezték, hogy Isten szellemétől van, anélkül, hogy ismernének bennünket.
Isten így összekötötte a szívünket, és a következő kérdésünk ugye az volt, hogy hát Uram, nagyon jó, mert gyülekezeti épület is van, de mi lesz a mi házunkkal, hol fogunk lakni? És erre ők mondják, hogy hát igazából nekünk három szintes a házunk, és az egyik szint kiadó. És itt van ettől az épülettől autóval szó szerint 3 percre, ahol lakunk. Isten egy hűséges Isten, és ő mindent kirendel, amire csak szükségünk van. És tudjátok mit? Bocsánat, mindjárt. Tudjátok mit? Azért vagyunk így előttetek, és ezt is elmondta az Úr, hogy nehogy kérkedjünk bármivel is. Mi jöttünk Angliából nagy pénzzel, nem kaptunk Amerikából semmilyen támogatást, nem fizet nekünk senki azért, hogy itt vagyunk, kiléptünk a vízre, hittel. Nem tudjuk, hogy mi lesz és hogy lesz, de egyet tudunk, Isten hűséges, és bárhogy legyen is, ő gondot visel rólunk. Amen. Hiszitek ezt is? Mi azért hisszük ezt, hogy bizonyságok legyünk számotokra, hogy élő bizonyságok legyünk arra, hogy Isten itt Magyarországon tud csodát tenni. Hogy ő ugyanaz az Isten itt, mint máshol. Hogy ő nem az az Isten, aki hazudna, hanem ő, ahogy rólunk gondot fog viselni, természet fölötti módon meg fogjátok látni, mert az életünk példa lesz. És ebből hitet fogtok tudni meríteni, hogyha velünk megtette az Úr, veletek is megteszi. Amen? Amen. Nem tudom, mit mondjak. Az Úr szabadságra küldte hangomat egy kicsit. De hiszem, hogy nagyon nagy áldás jön ebből is ki. Ami az én szívemben van az egészből, csak annyi, hogy az Úr valami nagyon nagy munkát akar elvégezni. Miután elolvastuk Évi levelét, egyszerre dobant a szívünk minden ponton. És az, hogy az én férjem megmozduljon a saját kis környezetéből, az csak az Úr tehette. És a legnagyobb öröm számomra, hogy olyan emberekkel lehetek együtt, ahol nem kell képmutatós mit játszani, ahol tisztán állhatunk egymás előtt, és a hibáinkkal együtt tudjuk egymást szeretni. És hiszem, hogy az Úr most ezeket az embereket kapcsolja össze, nem a hibátlanokat, hanem azokat, akik tiszta szívvel akarnak az Úrért tenni. És ha minden elhangzott, nem is tudom ehhez mit tudok mondani, és csak megerősíteni tudom. Akkor este vagy 11 körül értünk haza. Kornélia fáradt volt, de egybe ment a számítógép felé. Már mérges is voltam, mondom, mit akarsz róla számítani? Este 11-re. De neki be kell kapcsolni. Elmentem a másik sarokba, felkapcsoltam a villanyt, elővettem a Bibliát, aztán már mindjárt rá is talált a Kornélia, és akkor mondja nekem, mit szólok hozzá. Mondom, jobban írják. És aztán így szépen sorba, hogy a Évi mondta nektek, hogy aztán a ház is, hát én már nekem egy falba be kell lőtni, egy szöget megjövett, már biztosítékot kivenni nekem. Volt 5 ház, meg építkeztem, én megjön, már nem bírok, nem bírnak annyira rávenni. És akkor szép csoljába, jó, akkor a Kornélia írt, akkor már a lakás, és akkor lemegyünk az alsó szintre. És mindjárt egyből rá bólintettem. Hát én még magam is csodálkoztam.
Csak is az Úrtól le. Ezzel az épülettel kapcsolatosan 2 éve mi használjuk ezt az épületet, dicsőség az Úrnak. És hát talán nagyon sokan nem voltunk, egy jó pár konferencia volt, meg rendeztünk mi is. Nagyon áldásos volt, és valamikor jó fél évvel ezelőtt a határozatot hoztunk én és a Kornéli, hogy visszaadjuk a tulajdonosnak. Ez úgy kezdődött, hogy most akkor ennek is 2 éve, bő 2 éve, hogy itt tankoltam és megfordultam, és a tulajdonos bemolt a shopba, és az Úr a szívemre helyezte, menjek oda, beszéljek vele. Elismerem őt amúgy így, hogy áldjon meg az Úr, szia, hogy vagy, kész, ennyi. És az Úr szívemre helyezte, én Jézusról kezdtem beszélni, mert a maga dolgáról egy olyan 2 órát beszélgettünk. Elkérte a telefonszámomat, én megadtam, én direkt nem kértem el az övét. És akkor egy hét múlva hívott, akkor is jöttünk valamilyen közös imádságra a Budapestről, és akkor láttam a telefonon, hogy hívott valaki. 9 órája, mondtam, hogy az éjszakai madár, én visszahívom. Abba pillanat felrántottál, hogy volt már vagy 10 óra, vagy elmúlt már 10 óra. És akkor mondja, hogy hát Timikém, kellene folytatni ezt a beszélgetést. Ú, dicsőség az Úr. Persze onnétól kezdem nap, mint nap imádkoztam, értem. Isten munkálkodta az ő szívét. Hiszem, hogy az én majd megismeritek őt, csak egyszer el fog az én majd ide közénk jönni. És a lényeg az, hogy befogadta az Urat, és már fél éve rendszeresen, úgymond ilyen egyszemélyes szolgálat, ez a mai napig is van, mikor mi rájön, akkor kívánkozik, hogy az ember imádkozzon érte, akkor megyek, és tényleg imádkozok érte. A lényeg az, hogy egyszer mondja, azt mondja, tudod, mit úgyse használom ezt az épületet, adom nektek az Isten királysága, ha épüljön. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez úgy nem bevágott. Először azt nem kezdtük, ugye ott is van az, nem ilyen nagy mindez. Ott lent kezdtük, aztán jöttünk fölfelé, nem azért, mert kinőttük, hanem élveztük a felső szintet. Meg konferenciákat csinálhattunk. És akkor Isten adott nekem egy látást, meg álmokat, hogy Éva is mondta, én is szoktam ilyen 40 napos böjtöket csinálni, mindig kapok akkor álmok és látomást, olyanokat, amit most napjaink van teljesedik be. És már 2 éve kaptam. És ugye volt erre állam, hogy ki fogjuk tölteni, hogy tele leszünk minden, ezt rendesen az Úr nekem megmutatta, és kaptunk rá profétálást is a Sharon-tól, ugye? Sharonék, mikor jönnek Magyarországra, el szoktuk mindig menni, dicsőség az Úr, hogy mindig profétál is nekünk, és be is jön, hozzá kell tenni, be is jön, mert nem minden, sokan profétálnak, mert ott be is valósul, és a lényeg az, hogy utoljára ilyet kaptunk tőle, de ez is most már jó éve. Ja, de akkor volt, mikor ti is ezt megbeszéltük, mikor ott voltatok a Gabéban. 2 éve ennek? 2 éve. Ugye kettő. Már lassan 3. Igen, akkor pont a Csabáék ott voltak, mi soha nem ismertük egymást, azt sem tudtuk kik. Mi nem nézegettük, nem tudtuk kik. Így hozott az Úr össze minket, szóval nem volt az, hogy na régről ismertük, és na hála Istennek, dicsőség az Úrnak, abszolút azt sem tudtam, hogy kik. És a Kornélia sem. És a lényeg az, hogy Zsero megprofétálta, hogy több proféciát is kaptunk tőlem, de hogy Isten természet fölötti módon be fogja tölteni ezt a helyet. Hiszen, hogy ebbe kezdünk belelépni. Most már úgy látszódik, hogy ebbe a Csabáék is úgymond főszereplő, dicsőség az Úrnak. És még azt elmondom nektek, hogy tavaly fél éve, amit már elkezdtem, hogy visszaadjuk a gyülekezeti állat. Mert voltunk 20-30-an, tudod, meg mi? Úr beállított a Roma misszióba, nagyon nagy szeretettel megyünk, lobog a szívünk, és hogy a Kornélius mondta, nem szeretünk színből öleget, de nem szívből. Ha nem vagy rendben, akkor nem kell tenni, azt kérdez, előfordul, amikor ember megbotlik, de nem kell úgy csinálni. Nem tudom ki, hogy van vele, nekem nagyon nehéz a műmosai.
Nem. Én a morcos vezek észre fogjátok venni, de nem akarok úgy csinálni, hogy mintha nem. Mert nem is tudok úgy csinálni, úgyhogy nincs színészi tehetségem. És akkor hoztunk egy határozatot a Kornéliával. Jó van, most figyeld, vagyunk tizen, meg Vinton, hát azt otthon is meg tudjuk csinálni, valamikor étterem volt, elférünk vagy ötvenet. Na most minek vitorolok ezt a helyet. Jó. Föltakarítottunk, rendet raktunk minden, és akkor fölhívom a laszit. Persze, ima ment már két hete. Uram, ha te azt akarod, így valamit akarsz megcsinálni, annak ellenőr profétálást kaptunk meg minden, de tudod az ember milyen. Már nincs itt semmi, befejezzük. Ez volt az ördögtől. De jó, az Úr az nem engedi ám, amit ő eltervezett. És akkor imádság úgy ment, hát arra tetszik nekem, igen, még legyetek ravaszok, mint a kígyók, szerintem ez az imába is bejön. Hogy imádkoztunk? Uram, ha te itt valamit akarsz csinálni, a Laci ne engedje, hogy visszaadjuk. Kérdezik. És nem tudott senki, csak mi ketten így imádkozunk. Minden nap. Mondom, uram, ha te valamit itt akarsz csinálni, mert minket már nem érdekel. Csinálsz, amit akarsz. Legyünk a Roma misszióba, nagyon jó érezzük magunkat ott. Most már hívnak is, uram. De lopog a színem, hogy érdekel minket ez a hely. És kérdejétek, így imádkoztunk, nem tudom, körülbelül egy hónap, ugye nem tovább. Na jó, akkor adjuk vissza. Följön a Lacit. Este szokott majd, ha csülükben fogjátok látni, 9-10 óra sokszor itt kukorékol, itt van az irodája szemben. És följön, bent vagy bent? Hát ugye 3 perce lakunk. Mondom, jó, akkor megyünk, valamit akarok mondani, nem se tudom, hogy van. Jött ki szépen, megállítottuk, kulcsok a kezünkbe, és akkor elmondtuk, megköszöntük, hogy odaadta a rendelkezésünkre, bocsátotta. De mondom, visszaadjuk, Laci. Nekünk elég volt. Na, vagyunk 5-6-8-an, el vagyunk otthon is. Mondom, add ki, hasznosítsd. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úr indította a szívedet. És kérdeljétek, egy fél órán keresztül arról beszélt, hogy ne adjuk vissza. Próbáljuk meg így köcsönni. Nem engedt, hogy visszaadjuk a kulcsot. Elég történt, ez is az Úr munkájának. Úgyhogy ennyit az épülete kapcsolatosan, és tényleg Isten kapcsolt össze bennünket. Persze, mit akar, szeretne még valamit. Mit akar az Úr, majd kirajzolódik ez. Nagy öröm van egyébként a szívemben, mert konferencia már volt pont több is az egységgel kapcsolatosan. És amit ugye a Csabáék is, vagy az évek is, amit be is mutatnak, szeretetben. És nekem ezért lobog a szívem. Nekem kiverül biztosíték, amikor azt mondja, hogy baptista, vagy református, vagy katolikus, biztosíték kiverve nálam. Nem azért, mert a Bibliában nincs beleírva, mert nincs. Mutassa meg nekem. De nincs, de nem ezért veri ki. Akkor hogyan akar beleállni, hogy Úr Jézus Krisztus testébe mindjárt egyek vagyunk? Csak úgy tud, hogy egy kis szikrád, egy kis szeretet ide már beérkezett, akit megérintett a Szent Szellem valaha is legalább egyszer, az már hasonlóképpen gondolkodik. És akit nem érintett, meg azt szalad ki, és azt dobogtatja a melkasát, és fáj a szívem, nekem fáj a szívem, hogy ezek nem tudnak összejönni. Megvárják, míg majd az Úr esetleg oda csap nekik, mert az egész erről szól, amit a Csabáéknál is látott, nagyon nagy szeretettel bemutatják, és ezért nagyon lobog a szívem, mert ezen munkálkodtunk mi is egyszer már ott itt Veresegyházon, az összes egy házakat összehoztuk, mi ketten a két kis. Ahogy itt is elhagyott, le voltál ültetve a padokban, nagyon jó kis ülőszolgálatot kaptunk. Hát képesek, igen, padonülő szolgálat. Van ilyen, szerintem többet tudtok ilyet. Padonülő szolgálat. És akkor felháborodtak, hogy mégis az Úr akarata volt, és egész Veresegyházon ez össze volt hozva. De sajnos ez nem folytatódott, pontosan a vezetők lökték ezt is szélje. De mi hiszünk, hogy nem így lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Még annyit szeretnék elmesélni, hogy azt hiszem, hogy szerdán beszéltünk veled, ugye, mikor skypoltunk. Tehát pénteken már találkoztunk Csabával. Hát el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon fáradt voltam,
És úgy tervezte, hogy pénteken én háromig fel sem kelek. Mondja csak, ahogy, hát de... Igen, és mondom, igen, nagyon húzós hónapjai voltak. És erre mondja csak, de csak a délelőtt jó. Úgy fölnéztem az égre, mondom, igen, uram. De hogy én milyen áldást kaptam abból a napon, fáradtság persze ez nem volt. És délelőtt 10-től voltunk, 7:30-ig együtt, három helyet. És amikor Csaba beszélt Isten szeretetéről, és potyogtak a könnyei, akkor én más ember lettem. És másnap beszéltem egy testvérnővel telefonon. És nem mondtam neki semmit, csak annyit, hogy Isten nagyon nagy dolgokat fog készíteni. És azt mondta, hogy árad a kenet a telefonon keresztül. És veled még hallgatni is jó, hogy magyarul húztunk Isten szeretetébe. És ezúton is hálás vagyok Istennek, hogy megismerhettelek benneteket, és amikor azt írtad, hogy áldások vagyok nektek, én hiszem, hogy nem tudom, ki a nagyobb áldás, kinek a számára, de tudom, hogy szükségünk van arra, hogy ez a szeretet, amit ti be tudtok mutatni, elinduljon a sebeknek a begyógyulása itt Magyarországon. És utána, ha ez megtörténik, minden lehetséges. Úgyhogy legyetek áldottak a munkátokba, és köszönjük. Csak így tovább a szorral. Köszönjük szépen. Hát Istené minden dicsőség. És tudjátok, mi nem tudunk szeretetet adni magunkból, mert mit ér egy embernek a szeretete? Egy emberi szeretet annyit tud szeretni, amennyi benned van, és az véges. Neked már kell, hogy kapjál szeretetet a másiktól, ahhoz, hogy újra tudjál adni. De Isten szeretete teljesen más. Isten szeretete kifogyhatatlan, mert az nem tőled jön, hanem tőle, sőt belőle. És ő csak annyit akar, hogy rákapcsolódjunk. Csaba kapta azt a látást, hogy amikor van egy konnektor vég, és annak van ugye két kis rilácskája, amit bedugsz az áramforrásba. Látjátok? És azt a képet mutatta Isten Csabának, hogy ez olyan, mint a mi két kezünk. Fel tudjuk emelni a két kezünk? Pontosan így, nézz körül! Pontosan ilyen, mikor becsatlakozunk a mennyei áramforrásba. Becsatlakozunk a mennyei áramkörbe. De ez nem fizikai kezek, ezek a szellemi kezeink. Amen. És amikor becsatlakozunk a mennybe, és egyekké válunk azzal, az Istennel, aki a forrása mindeneknek, akkor az ő szeretete tud rajtunk keresztül áradni. És ez az a szeretet, amely csak jön, és nem fogy el sosem. Csak jön, és jön, és jön. Csak jön, és jön, és jön. Csak jön, és jön, és jön. Kifogyhatatlan. Tudjátok, amikor csoportosan imádkozunk, azért van benne nagy erő, és azért működik leginkább, mert nem egy ember van felemelve. Nem én, nem Csaba, a nagy emberek, hogy most jöttünk, és akkor miattunk ez vagy az történik. Ugyanolyan pici emberek vagyunk, mint bárki más. Isten bárkit tud használni. És amikor teljesen mindegy, hogy kin keresztül csinálja a csodát, egy a fontos, hogy ő teszi. És ez a jó, akkor, amikor többen imádkozunk, nem csak egy ember. Mert így soha nem lehet tudni, hogy éppen kin keresztül történt a csoda. Lehet, hogy ő ezen vagy azon keresztül érezte, de egyáltalán nem bírja.
biztos, hogy Isten akkor gyógyította meg, amikor én vagy Csaba imádtuk, vagy tettük meg azt, amit láttunk a mennyből. Lehet, hogy egy olyan ember kapott valamit a mennyből, és megtette, akik ott voltak a csoportban, és akkor történt meg a gyógyulás. Mi ezt nem tudhatjuk. És éppen ezért őt emeljük föl. Amen. Isten csapatmunkákban gondolkodik. Isten mindig csapatban akar dolgozni. Isten lejárt, tudjátok mit? Lejárt az ideje az egyszemélyes szolgálóknak. Ezt mondta az Úr. Egy nap, ahogy ott voltam az Úr előtt, és imádkoztam, és kérdeztem az Urat, és általában mindig, minden alkalommal megkérdezem az Urat, hogy Uram, mi van a te szívedben most? Mit akarsz nekem mondani? És tudjátok, milyen jó megkérdezni az Urat? És várni rá, hogy válaszoljon is? Nem elrohanni azonnal, hogy hát nem mondod csak, mit kész. Nem, várjunk rá, mert Istennek mindig van mondani valója. És nem mindig úgy jön a válasz, hogy mi gondoljuk. De nagyon sokszor, tudjátok, hogy Isten azért beszél nagyon sokszor, mert kérdezzük, és aztán várunk rá. És egy nap így kérdeztem az Urat, kérdeztem az Urat, Istenem, mi van a te szívedben? Tudjátok, mit mutatott az Úr? Én nagyon furcsa képet láttam. Láttam egy embert, akinek nem volt arca. És tudtam, hogy egy embert látok, és látom a fejet, de nincs arca. És mondom, miért látom ezt? Ez olyan fura. És abban a pillanatban hallottam a Szent Szellem hangját. Azt mondta, hogy én az arctalan és névtelen embereket akarom használni. És mint az elektronság végigfutott rajta, és azt sem tudtam, mit jelent ez, de ettől a kijelentéstől órákig zokogtam az Úr előtt. És mondom, Uram, de annyira érzem a te erődet, de mit jelent ez? És elkezdte kibontani az Úr, hogy azt jelenti ez a kép. És azóta, tudjátok, hogy hány próféta beszélt már ugyanerről? Azóta hány meg hány embertől hallottam vissza, hogy ugyanezt mondja a Szent Szellem sokaknak, hogy a névtelen és arctalan generációt akarja használni az Úr. Ez azt jelenti, hogy lejárt az időszaka annak, hogy legyen egy nagy bennéhim, és most nem ő az, akiről beszélni akarok, mert nagyon örülünk, hogy őt használja az Úr. De Isten nem egy emberben gondolkodik. Amen. Ő nem egy Todd Bentley-t, ő nem egy akárkilyen, akármilyen nevet mondhatnék, akar fölemelni. Ő akarja használni a kis Jancsikát, a kis Juliskát, a kis Erzsikét, a kis Iluskát, a kis Petikét, a kis Gézácskát, a kis mindenkit, akit senki nem ismer. Mindenkit, őt szeretne mindenkit használni, aki odaadja a szívét neki. Akinek lehet, hogy soha nem hallottak a nevéről, soha nem látták az arcát, de Isten csodát akar tenni az ilyen embereken keresztül. És azt mondta nekünk az Úr, azt mutatta nekünk Csabával az Úr, hogy Magyarországon nagyon sok ilyen ember van. Tele vannak rejtett kincsekkel, tele vannak olyan talentumokkal, hogy ott menekülnek, és meghúzódnak a barlangokban, mint Dávid hősei. És ott vannak a rejtek helyeken, és nem látja őket senki, pedig hősök. Istennek tele vannak ajándékaival. És azt mondta az Úr, hogy az egyik feladatunk, hogy előszólítsuk ezeket az ajándékokat, hogy felszínre jöhessenek, és tudják használni. És mi szeretnénk erre teret adni. Mert ez nem rólunk szól. Értitek? Isten királysága nem egy-egy emberről szól. Ez őról a szól, és ő bárki tud és akar használni. És mi erre teret akarunk adni. Kérdezitek, hogy most gyülekezetet alapítunk? Nem.
gyülekezet, már van Krisztus teste, már van. Nem arra van szükség, hogy egy újabb létesítmény történjen. Nem az épület köré akarunk építeni valakit vagy valakiket, embereket. Nem létszámokban gondolkodunk. Lehet, hogy egyetlen egy emberért küldött minket az Úr Magyarországra. Akkor azon az egy emberen keresztül Isten elnézi azt, amit ő akar. Nem az számít. Csak az számít, hogy az ő akarata legyen meg. És lehet, hogy itt ülsz ma, és lehet, hogy te vagy az a Mózes, aki használni fog az Úr, hogy kivezesse a világosságra az ő népét. Lehet, hogy te vagy az a Dávid, aki elővesz egy hárfát, és menekülnek a démonok. Lehet, hogy te vagy az a Gedeon, aki ott rejtőzködsz valahol, és azt hiszed, te vagy a legszegényebb sorú mindenek közül, és megjelenik egy angyal, és azt mondja, erős férfiú az Úrban. Erős férfiú, rajtad keresztül szabadítom meg az én népemet. És lehet, hogy te vagy az az Eszter, aki bemegy a király elé, és azt mondja, szólít most, és ő elő akarja benned hívni azt, aki valójában vagy. Mert nem egy törpe vagy, hanem egy óriása vagy az Úrnak. Aki szemben soha nem hallottak róla. Alig várjuk már, hogy mehessünk evangelizálni. Alig várjuk már, hogy mehessünk az utcákra. Alig várjuk már, hogy hívjunk be azokat, akik a pokol felé tartanak, és nap mint nap reménytelenségben élik az életüket. Mert ez olyan jó, mikor mi összejövünk és érezzük Isten jelenlétét. De mi van velük, akik még csak nem is hallották, hogy van több, és van más, nem kell szenvedniük reménytelenségben. A szívünk ég ezekért az emberekért. De tudjátok, amikor erre gondolunk, utána az jön föl, de hova fogjuk őket küldeni? Küldjük majd egy újabb közösségbe, ahol megkeserednek? Isten azt a képet mutatta nekünk, hogy lesz egy központ, egy bázis, és tudjuk, hogy ez az a hely, egy olyan bázis, ahol ő tanítványképzést akar csinálni, és ezt ő csinálja. És mi erre készen állunk? Nyugodtan játszál, én úgy szeretem. És a tanítványképzés az tulajdonképpen arról szól, hogy Isten kiképezzen bennünket arra, hogy az ő munkáit végezzük. Hiszen erről szól a küldetés, nem? Menjetek ki, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Igen, köszönöm a korrekció, Csaba. Jézus azt mondja, hogy tegyétek tanítványommá őket.
Tehát nem a mi tanítványaink lesznek, hanem az Úré. És ő úgy tanítja őket, ahogy ő akarja. Tehát lényegében a kérdésetekre a válasz, mert többen kérdeztétek, igazából lesz itt valami, amit szándékosan azért nem nevezünk gyülekezetnek, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy akkor ez arról fog szólni, hogy egy keretrendszer fog itt létrejönni, mert ezt nem akarjuk, mert az Úr sem ezt akarja. Amit Isten akar, az új tömlő. Ő egy újat akar cselekedni, amen, újat cselekszik, de ő ki akarja képezni az ő népét. Hogy milyen formában fog ez még történni, nem tudjuk. Egyet tudunk, ő fogja csinálni. Mi pedig lépésről lépésre követjük az utasításait. Amen? És az Úr azt is mutatta, hogy miközben van egy bázis, aközben megyünk az ország különböző pontjaira. És ezeken a pontokon is Isten elkezdi élezgetni az embereit, és elkezdenek az emberek egységre jutni. Mert ez az igazi. Jézus a halál előtt azért imádkozott, hogy Uram, hadd legyenek egyek, mint amiképpen Te és én, tehát Jézus és az Atya, egyek vagyunk. És hisszük, hogyha Isten ébredést csinál, már pedig fog, ez egység nélkül nem megy. Egy emberen keresztül nem megy. Ez csak a százokon és az ezreken keresztül megy, akiknek ég a szívük ugyanazért. És nem kell, hogy hozzánk tartozzanak. Isten nem másolatokat, nem kopikat akart. Van itt egy kis csapat Miskolcról, ugye beszélhetek kicsit rólatok, de András, gyere ide és mutatkozz be a többieknek, gyere! Ha nincs a szíved, nem muszáj, csak mi olyan büszkék vagyok, hogy az Úr küldött benneteket. És itt van egy kis csapat Miskolcról, és annyira összekötötte az Úr a szíveinket, és emlékszem, amikor beszélgettünk Skype-on, ott voltam Sheffieldben, és akkor úgy szerették volna, hogy valamiképpen kapcsolódjunk, de ugye ezt nem tudták, hogy milyen formában fog ez létrejönni. És egyszerűen mondom Andrásnak, hogy figyelj, Isten teljesen egyedi dolgokat adott nektek oda Miskolcra, ha mi bármiben tudunk segíteni, támogatni, 100%-osan ott állunk mögöttetek. De nem kell, hogy dinamisz legyetek, nem kell, hogy felvegyétek a nevünket, az identitásunkat, bármi. Egy dologban legyünk egyek. A szívünk ugyanazért a célért égjen. Amen. Ugyanazt a Jézus Krisztust akarjuk szolgálni. De mondd el, te, amit a szívedben van. Szeretettel köszöntelek benneteket. Isten fantasztikus. Van egy apró kis bizonyságom. Amikor megismertük Évát és Csabát, ez akkor kezdődött már, amikor ők is elkezdtek járni Magyarországra. És tudjátok, mi is megkeseredtünk egy rendszerben, régebben. Egy olyan struktúrában, amire azt mondták, hogy isteni, de mégse volt az. A feleségem kapta ezt az úrtól, amikor ott hagytuk ezt a struktúrális formát, hogy egy szervezet karmai közül mentettenek meg benneteket. És tudjátok, ez a szervezet azt okozta bennem is, főleg a feleségemben, hogy teljesen elment belőlünk a tűz. És tudjátok, olyanok voltunk, hogy minden nap volt egy világ megváltó ötletünk, de aztán valahogy ellaposodott ez a dolog. És Isten elküldte az ő helyreállítását, elküldte az ő új szelét. És hiszem, hogy ezek Éváik voltak, Éva és Csaba, tehát nem a személyük, hanem az a kegyelem és az a szellem, amit Isten rajtuk keresztül elküldött ide Magyarországra. És tudjátok, a feleségem volt az, aki erről egy bizonyságot tett. De abban az időszakban nagyon sokan voltak a mennybe, ez sokszor valós volt, sokszor nem volt valós. Én nem nagyon foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, egyszerűen azt láttam, hogy hát már megint egy, megint van a Facebookon egy. És tudjátok, hogy
egyszer a felesége mondta, hogy hallgass már, ez az Éva, beszél a YouTube-on. És érdekes, pont beszéltük itt a csapattal, hogy azóta sem hallgattam meg ezt a bizonyságot, úgyhogy már hallgattam, meghallgatom, de csak ennyi volt. A Szent Szellem szólt, ez igaz. És azonnal bizonyságot tett mellette. És tudjátok, elkezdtünk hallgatni Szidrósznak a tanításait, és hát ezeket a, mik ezek, ilyen fordításokat, a természet fölöttinek az adásait, és éreztük, hogy jön vissza a tűz. Éreztük, hogy Isten egy új kegyelmet áraszt ki Magyarországra. A csodákat. Amikor megtértem, azt mondtam, úgy akarok élni, mint az apostolok. Úgy akarok élni, mint az apostolok. Halottakat támasztani, betegeket gyógyítani. Ingyen venni, ingyen adni. Amen. Mert ez a kereszténység. És ezt láttam elhullani testvéreimet, akikkel együtt ültem fel a kereszténységbe. Mert azt látták, hogy van valami, ami nem működik. És azt mondták, kuka az egész. És mentek vissza a világba. Én azt mondtam, Uram, kitartok melletted, mert tudom, hogy több van ebben a kereszténységben. Mert az én életemet meg tudta változtatni, akkor másokat is meg tud változtatni ez az életet. Úgyhogy hiszem azt, hogy ez, ami most itt van, az Úrtól való. A Szent Szellemtől való. Isten valamit eltervezett a mennybe, és ez itt, most a földön való. Ez az imánk. Tudjátok, a mi atyánk sokszor azt mondják, olyan vallásos ima. A legprofétai ima, ami van a Bibliában. Legyen meg a te akaratod, amor van a mennyben, úgy itt a földön is. És ez most így Istennek az akarata. Én ezt hiszem, és nem akarok ebből kimaradni, tudjátok? Profitálni akarok ebből. Van egy olyan különös Jákob kegyelmem. Ha meglátom az Urat, ráugrok és nem engedem el. Amen. Sokan. A kis közösségünk jelenleg talán egy ilyen 10 fő, aki mag. Még annyi sem áll. Oldalánkor 10 fő. Még annyi sem áll. De Istennek ez nem számít. Mi jól érezzük magunkat. Keressük az ő akaratát. Keressük azt, hogy mit akart. Nagyon sokat változunk. Próbáljuk belátni, ami nem működik, és kidobni a kukába. És így jöttünk el ide is, hogy veletek legyünk. Többen ezt mondták a csapatból, hogy úgy jövünk ide, mintha családunk lenne. És tényleg ilyen. Tényleg. Azok is vagytok. Hogy rátok nézek, nagyon sokatokat nem láttam még soha. Valakit már úgy látásban. De olyan, mintha a családomhoz tartoznátok. Mintha ez mi családunk. És tudjátok, ezt elvesztette a kereszténység. Az, hogy tényleg családként tudjuk. De ez most visszajön. Amen. Amen. Úgyhogy egy igaz gyönyörre találtunk, egy drága gyönyörre is. Rejtetek át. Halleluja. És ezzel egyetemben tudjuk, hogy az időnk egy kicsit elszaladt. Szeretnénk mondani, hogyha bárki azt érzi a szívében, hogy Isten szelleme indítja arra, hogy részese legyen bárminek, amit Isten így csinál, egyszerűen megtaláltok bennünket, e-mailben, Facebookon, itt, az alkalmakon. Fogunk sokfelé utazni, nem mindig leszünk itt, de itt mindig lesz alkalom vasárnap délután 2-től. Tehát itt mindig lesz valaki, még akkor is, ha mi nem leszünk itt, de mindig lesz valaki, és ide bármikor jöhettek. És ez lehet az otthonotok, ha ezt szeretnétek, ha erre vártok. Szeretnél valamit hozzáfűzni? Van velem olyan szívedben még mielőtt? Igen. Okay. Az van a szívemben, hogy egy megerősítés azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy egy teljesen új kultúrát fog Isten kialakítani a Szent Szellem által, ahol az emberek nem embereket fognak fölemelni, hanem Isten jelenléte lesz a központban.
És ez azért nagyon fontos, mert itt Magyarországon a kereszténységnek, a karizmatikus kereszténységnek olyan kultúrájában nőttünk fel, ahol Isten erejének a természet fölötti megnyilvánulásait valahogy mindig emberekhez kötöttük hozzá. És valahogy mindig embereké lett a dicsőség. És ennek a korszaknak vége van. Vége van. Vége van. Végérvényesen vége van. És ez a csapat abban fog mintát adni Isten szelleme által, hogy hogyan tud együtt dolgozni egy olyan csapat, ahol Isten természet fölötti módon megnyilvánul újra, és újra, és újra, és újra, és emberi életek és sorsok fognak megváltozni radikálisan, végérvényesen, és mégsem ezek az emberek lesznek a középpontban, és mégsem ezek az emberek fogják elvinni a dicsőséget, hanem ezek az emberek megmaradnak olyan személyeknek, akikre ha ránézel, azt mondod, hogy ő olyan, mint én. Közülük való. Ő nem egy elefántcsontoronyban van, hanem ő megközelíthető, oda mehetek hozzá, megölelhetem. Azt mondhatom neki, hogy szeretlek testvérem, és ő is ugyanezt fogja mondani neked, és nem utasít el, és nem várja el azt, hogy neki különleges tiszteletet adjál. És ez egy teljesen új kultúrája lesz az ébredésnek, és Csaba és Éva ennek az előfutárai, és mi olyanok akarunk lenni, mint Jézus, de egy kicsit olyanok is akarunk lenni, mint ők. Oké. Okay. Köszönöm. Neked, igen. Így van. De... Igen. És megtanuljuk egymást úgy tisztelni, hogy nem a pozíciót tiszteljük a másikban, nem azért, mert ő egy pásztor, nem azért, mert ő egy evangélista, vagy apostol, hanem a szíve miatt. Amiatt, mert Isten kegyelmét hordozza, és nem kell ehhez semmilyen címet birtokolnod, hogy én tiszteljelek téged. Nem kell, hogy tömegek legyenek mögötted, hogy Isten fontosnak lásson téged. Egyszerűen csak csináld azt, amire Isten elhívott téged, és meg fogjuk látni egymásban a kincseket, és föl fogjuk egymást emelni, és meg fogjuk egymást hajtani, és motiválni, és inspirálni, és ösztönözni fogjuk egymást, hogy fussunk, és példát fogunk meríteni egymásnak a hitéből, hűségéből, kitartásából, és kiváltságnak fogjuk tartani, hogy ismerjük egymást, és támogathatjuk egymást. Amen. És ebben az ébredésben én is benne akarok lenni. Dicsérjük az Urat, és gyertek előre, akik szeretnétek imádni. Mindannyian imádkozunk, értetek egyszerre, jó?